Szervusztok, köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel, ez itt a Flash. A mai helyszínünk egy budapesti kávézó, ami azt gondolom, hogy tökéletesen tükrözi a vendégem karakterét és jellemét, ugyanis mind a kávézóról, mind pedig a vendégemről elmondható, hogy nagyon csendes, azonban rendkívül sokat mondó. Itt van velem Harcsa Veronika, szia! Szia! No, hát először is mi történt a kezeddel? Én ezt nem is tudtam erről a balesetedről. Mit csináltál? Bicikliztem, úgyhogy mindenkinek üzenem, hogy óvatosan biciklizzetek, mert bár leestél róla? Én leestem a bicikliről, igen, és fantasztikus sport, meg nagyon jó biciklivel közlekedni, én imádom, de oda kell figyelni sajnos. Mennyi időig meggyógyul egy ilyen? Most már több mint 3 hete történt a baleset, és néhány nap múlva meg fogják röntgenezni, és lehet, hogy már le is veszik. Úristen, na jó, hát akkor jobbulás neked, remélem, hogy minden jól alakul. No, hát kezdjük a gyerekkorodal egy picit, jó? Milyen hatások értek téged a gyerekkorra, ami a zenét illeti? Ami a zenét illeti, a szüleim mind a ketten nagyon szeretik a zenét, és bár egyikük sem tanult zenét, nekik nagyon fontos volt az, hogy a kisgyerekük tanuljon, meg szerették volna nekem adni ezt a pluszt. Hogy adták ezt meg? Úgy adták meg, egyrészt, hogy beirattak a zeneiskolába zongorázni, rögtön ahogy elsős lettem az általános iskolában. Másrészt pedig otthon is elég sokat szólt valamilyen zene. Édesapám nagyon szeret vasárnapi ebéd után aludni például, és ilyenkor legjobban zenére tud aludni, úgyhogy én úgy nőttem föl, hogy hol a Pillangó kisasszony szólt vasárnap délután, hol pedig valamilyen gregorián zene. Akkor apukád nagyon sokat aludt, ebből azt veszem ki, hogy folyamatos zenét hallgattál, ugye? Hát hétvégén igen. Milyen hangszereken játszol, vagy játszottál? Zongorázni tanultam először, utána, amikor lázadó kamasz éveimet éltem, akkor nagyon szerettem volna valamilyen vagányabb hangszerre váltani, mert úgy éreztem, hogy a zongora az már túlságosan klasszikus, és ekkor kezdtem el szaxofonon tanulni. Ezeket a mai napig játszol különben? Csak otthon, csak magamnak. A szaxofonom is megvan, azt nagyon ritkán veszem sajnos elő. A zongora az kell a gyakorláshoz is, meg a dalíráshoz is. Sajnos olyan szinten nem tanultam meg, hogy a színpadra is ki tudjak állni, ez egy nagy bánatom egyébként, de otthon nagyon szeretem. Tervezed még különben? Szeretnéd ezt annyira elsajátítani, hogy akár a színpadon is tud használni? Hát ezt egyelőre inkább a profikra bízom, de sosem lehet tudni. Hogy jött neked a jazz zene? Tehát azt mondom, hogy egy fiatal lány inkább elektronikus zenét hallgat, vagy pop zenét manapság. Hogy jött neked a jazz? Nagyon sok mindent hallgattam egyébként, tehát ahogy mondod, elektronikát is, meg popzenét, meg rockot is, meg rappet is. Valójában mindenevő voltam, klasszikus zenét is. Neked volt is egy rock együttesed, ugye? Jól tudom? Hát persze, mindenkinek van gimnáziumban, vagy középiskolában rock együttese. Miért rémültél így meg? Nem vagy büszke, vagy rosszokra mondj nyugodtan? Nem, az egy kicsi periódus volt az életemben, amikor Metallicát énekeltem egy rock együttesben. És azt inkább is szeretnéd elfelejteni? Hát az már a múlt év. Persze, egy nagyon szép emlék. Szóval mindenféle zenét hallgattam a középiskolában. A szaxofon kapcsán kezdtem el jazzt hallgatni, és teljesen beleszerettem a szabadságába és a sokoldalúságába. És egyébként, ha azt mondják, hogy jazz énekes vagyok ma, akkor szeretem kijavítani a beszélgető partnert, hogy én egyszerűen énekesnek szeretem magam hívni, és nem jazz énekesnek, mert abban a zenében, amit ma játszom, abban is nagyon sokféle zene megtalálható. A pop is, az elektronika is, nem csak a jazz. Na, miért még előreugranánk és belemennénk a mélyére, ami a te zenei karrieredet illeti? Maradjunk még a gyerekkornál egy picit. Van ott egy nagyon érdekes dolog. Ugye te érzel valamilyen, nem tudom, rendkívüli szerelmet a matematika iránt, ugye? Mesélj nekem erről egy picit. Igen, valóban, amikor még gyerek voltam, akkor egyáltalán nem készültem zenésznek. Azzal együtt, hogy jártam zeneiskolába, az mindig csak egy kellemes hobbi volt. Imádtam, de az csak a délutánokhoz tartozott. Viszont elég jó voltam matekból, és nagyon szerettem is a matekot. Ez azt jelenti, hogy 12 éves koromban elmentem speciális matematika tagozatra a Fazekas gimnáziumba, ami egy nagyon erős giminek számít, és ott a specmat az különösen egy erős
matekos képzést jelent. Heti 8-9 matek óránk volt, és folyamatosan versenyekre jártunk, meg még délután is matek szakkörre jártunk. Úgyhogy ez egy nagyon erős képzés volt, és én nagyon szerettem is a matekot, olyannyira, hogy még érettségi után is a Műszaki Egyetemre mentem informatikát tanulni. És hogy ez abban maradt? Tehát, vagy kezdjük ott, hogy fér meg egyáltalán egy matematikai lány a zene mellett? Gondoljunk itt arra a kockafejűségre, és egy színpadon nyilván az emberek inkább lazábbak. Tehát hogy fér meg ez a két karakter egymás mellett? Szerintem én sosem voltam kockafejű, ugyanakkor most is van egy racionális énem. Tehát a színpadot valószínű pont azért szerettem annyira meg, mert ott totálisan fel tudok szabadulni, és teljesen ki tudom élni az ösztönvilágomat, meg az érzelmeimet. Ugyanakkor szerintem emellett jól megfér bennem a racionalitás, amit tudok használni akkor, hogyha mondjuk a zenekarvezető szerepébe kell bújni, vagy végig kell gondolni egy lemezkiadást. Mit jelent az, valahol azt olvastam rólad, hogy te magadat így szeretett titulálni, hogy kedvesen határozott lány? Ezt hogy értetted? Hát ez pont így. A határozottság az fontos. Én elég ambiciózus alkat vagyok, sok mindent szeretek csinálni, és még nagyon sok minden van, amit szeretnék kipróbálni, meg véghez vinni az életemben. Ehhez kell egy határozottság, hogy az ember összeszedetten álljon hozzá a terveihez. És ezt kedvesen tálalod. Ugyanakkor ezt nem szeretném senkire ráerőltetni, tehát a zenésztársaimra sem erőltetem rá az akaratomat, hanem megpróbálom úgy keresztül vinni, hogy ők is sajátjuknak tudják érezni a végeredményt. Mikor kellett neked döntened, és mi volt a döntés oka, amikor is feladtad úgymond ezt a matematikai vonalat, és inkább a zene felé orientálódtál? Ez elég későn történt meg, 21-22 éves korom környékén. Egy darabig párhuzamosan végeztem a Műszaki Egyetemet és a zeneművészetit, de aztán a zene egyre inkább, egyre nagyobb teret nyert az életemben, és éreztem, hogy olyan élményeket kapok meg a színpadon előadóként, illetve otthon dalszerzőként, amik, bármennyire szeretem az informatikát, ott nincsenek meg. Visszaemlékszel az első ilyen élményekre? Mik azok, amik nagyon inspiráltak abban, hogy ezt a pályát válasz? És ez én a fő csapásvonal? Gyakorlatilag az első énekesként szerzett színpadi tapasztalataim már ilyenek voltak. Emlékszem, hogy amikor először álltam színpadra jazzdalokat énekelni, tehát már nem Metallicát a együttesen, akkor aznap reggel elment a hangom, borzasztóan berekedtem, és nagyon megijedtem, hogy most mi lesz, hogy lesz a fellépés, hogy lesz a koncert. És valami olyan adrenalin sok ért, amikor felmentem a színpadra, és olyan doping hatással volt rám az előadás, meg a színpadi lét, hogy visszajött a hangom, elmúlt a rekedtség. Mennyire támogatták a szüleid ezt az egészet, mármint a zenei pályát? Az elején természetesen nagyon meg voltak kiedve, hiszen valami stabil egzisztenciát nyújtó, biztos jövőképet nyújtó pályát adtam föl egy teljesen bizonytalan másikért, de ma már látják, hogy én így vagyok boldog, és így tudtam kiteljesedni, és támogatnak benne. Mitől vagy boldog? Kik azok, akik támogatnak ebben, és akik melletted állnak azóta is? Nagyon fontosak a zenésztársaim, akikkel nem csak a színpadon vagyunk együtt természetesen, hanem próbateremben is, és nem csak a koncertekre készülünk együtt, hanem például egy lemezkészítés során a saját dalaimnak a végső formáját együtt alakítjuk ki. Ők az elsődlegesek, és természetesen van még a csapatban számos munkatárs, akár a menedzserem, akár egy jó fotós, akik rengeteget hozzá tudnak tenni az egészhez. Kik a barátaid? Rájuk akartam egy picit az előbb kitérni, hogy kik vannak melletted? Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon közeli barátaim vannak. Vannak köztük zenészek, természetesen rengeteg zenész barátom és ismerősöm van, de van olyan barátom is, aki még a Műszaki Egyetemről maradt mellettem. Milyen vagy te a valós életben? Mert ugye első ránézésre, ahogy a beköszönésben is mondtam, hogy inkább ilyen csöndesebb lánynak látszol, de amikor felmész a színpadra, akkor elképesztően bele tudod élni magad abba, amit csinálsz, pöröksz, táncolsz, énekelsz, és egy teljesen más karakter jön elő. Milyen a te igazi éned? Úgy gondolom, hogy mind a kettő vagyok, igen. Valóban elég csendes és inkább visszahúzódó, inkább introvertált természet vagyok a magánéletemben. Akik mondjuk a gimnáziumban voltak osztálytársaim, azok borzasztóan meg is lepődtek rajta, hogy később belőlem lett színpadi szereplő. Valószínű az, hogy én ennyire beleszerettem az éneklésbe, az ennek is köszönhető, hogy olyan élményeket kapok a színpadon, olyan szinten tudok kitárulkozni, ami a magánéletemben nem természetes. És egyébként a színpadi
viselkedés, a színpadi énem, az nagyban visszahatott a hétköznapi személyiségemre, és sokkal nyitottabb vagyok ma, így, hogy ennyi mindent, ennyi nyitottságot megéltem a színpadon, mint amilyen voltam előtte. Most már többször említetted, hogy most már tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mik ezek az élmények, mi az, amit te a színpadon kapsz? Hát ez az, amit a pszichológiában flow-nak hívnak, amikor az ember teljesen, teljes mértékben feloldódik abban, amit csinál, és egyé válik a tevékenységgel, amit űz. És olyankor, amikor fönt vagyok és énekelek, akkor nagyon sok minden megszűnik. Elfelejtem, hogy milyen nap volt aznap. Természetesen az érzelmek azok hullámoznak bennem, és kikitörnek, de a konkrét hétköznapi problémákat vagy környezetet az ember elfelejti, és csak arra koncentrál, ami van, már pedig az éneklés az nagyon erőteljesen, az előadás, a zene az nagyon erőteljesen jelen van olyankor. Megszakítjuk egy picit a műsort, jó? Méghozzá egy klippel. A második része készültem neked egy kis meglepetéssel, remélem, hogy részt tudsz majd benne venni, jó? Milyen klip legyen az? Melyiket szeretnéd megnézni? A két zenekarban énekelek most, az egyik a saját nevemet viselő kvartett, a másik pedig a Binjip, ami egy kísérleti elektronikus projekt. Erről is beszélünk majd. A Binjip zenekartól nézzük meg az Enter című klipet. Jól van, akkor jön ez, aztán jövünk vissza és beszélgetünk tovább.